Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol megint sminkelni fogunk, és egy olyan videót fogok nektek ma megcsinálni, amiről nagyon régóta beszélgettünk, és nagyon sokan jeleztétek is, hogy érdekelne titeket egy ilyen videó, úgyhogy ebben a videóban Extreme Cut Crease-t fogunk csinálni, ami annyiban fog kimerülni, hogyha minden jól sikerül, akkor két vonal lesz a cut crease-en belül. A legutolsó vlogomban, amikor a behind the scenes-t mutattuk meg nektek Barbie-val, nagyon sokan megjegyeztétek, hogy tetszik a sminkem, és az is egy viszonylag extrém cut crease volt, és egy ehhez hasonlót szeretnék ma nektek összehozni, csak egy picikét színesebb, mint akkor volt. Ahogy látjátok, az alap az már rajtam van, viszont kellenek még hozzá kisebb-nagyobb simítások és pontosítások. De nem is húznám tovább a szót, kicsit közelebb hozlak titeket, és kezdjük el a szememet. Igyekeztem másik helyre pakolni a tükrömet, hogy jobban lássátok a munkafolyamatokat. Remélem, hogy így jó lesz, úgyhogy a véleményeket várom a komment részlegben. És akkor van nálam itt egy olyan, hogy Tati Beauty, és van nálam egy Kylie paletta, és ez a Morphe 350-es paletta, amit mutattam nektek az előző videóban, és az ok, ami miatt ezt mutatom nektek, az nem más, mint hogy narancssárga sminket szeretnék csinálni. Nem csak narancssárgát, aranyos, narancsos, barnás, ezek a tipikus meleg földszínek, ezeket szeretném ma a szememen viszont látni. Ugyanúgy fog zajlani ez az egész smink videó, mint a legtöbb ilyen extrém smink videómnál. Az egyik szememet fogjátok látni kamerán, a másikat pedig megcsinálom kamerán kívül, és a végén újra találkozunk a rúzsra és a fixálásra. És most, hogy már mindent tudtok, kezdhetjük is az alapozással. Első lépésként megint P. Louis Base-szel fogom lealapozni a szemhéjamat. Arról egyébként beszéltem már nektek, hogy nem szoktam kifejezetten cut crease-t csinálni, és ilyen duplát még soha nem csináltam, úgyhogy ez egy közös első lehet nekünk. És akkor elő is készítem az ecsetkéimet, amikre szükségünk lehet. És valószínű egyébként, hogy nagy a részt ezt a palettát fogom használni, ugyanis ebben minden szín megvan, amire szerintem nekünk szükségünk lehet. Kellene nekem citromsárga, és itt nincs. Vagy nem kell? Á, de kellene. Utólag James Charles is csatlakozott hozzánk, ugyanis rájöttem, hogy citromsárgára is szükségem lesz. Vagy ha nincs is feltétlen szükségemre, szeretném használni. Úgyhogy azzal fogok kezdeni, hogy egy teljesen natur bőrszínt, egy picike kis citromsárgával keverve a szemöldököm vonalával szinte párhuzamosan elkezdek felvinni. Majd ha ezzel megvagyunk, akkor egy nagyon picit erősebb citromsárgával is, citrom és bézs keverékével átmegyek ugyanezen a vonalon. És egy picikét elkezdem a belső szemzugom felé is bevinni. Következő lépésben narancssárgát viszek fel, és elkezdek kialakítani ide egy színátmenetet citromsárgából barnás árnyalatba. Addig dolgozok rajta, amíg körülbelül itt egy fél kötőjel 1 centi széles színátmenet nem lesz. Közben egyébként fokozatosan váltok kisebb ecsetekre, ahogy érkezek el a sötétebb színek felé, és igyekszem nagyon figyelni rá, hogy az átmenet szép legyen, az alatta lévő rész az viszont nem baj, hogyha el van egy kicsit maszatolódva, vagy nem a helyén van, ugyanis azt még úgy is törölni fogjuk.
Az van amúgy, hogy közel sem vagyok elégedett azzal, ahogy most kinéz, viszont tudom azt is, hogy akkor lesz az igazi, hogyha megvan már a csík, megvan az alsó része is, fent van a szempilla, meg minden. Úgyhogy jelenleg megelégszünk ezzel, de abban biztos vagyok, hogy nem a legjobb napot választottam, ugyanis nem érzem magamban a türelmet, hogy tovább satírozzak. És egyébként a színek se tetszenek, amit választottam, de most már így fogjuk végigvinni. Itt van nálam a fülpiszkáló és a micellás víz is, és ezzel a kettővel fogom elkezdeni szépen kitisztítgatni azt a részt, amire igazából nincsen szükségem. Egy pici kiegészítéssel és javítással azért nem lesz ez rossz, és egyébként a formája az pedig kifejezetten tetszik. Elővettem egy egészen vékony ecsetet, amivel egy barnát fogok felütögetni, és egy picit kijavítom azokat a részeket igazából, amivel nem vagyok teljesen elégedett. Így körülbelül jó lesz, közel sem hibátlan, de a célnak megfelel. És jött a második kör P. Louis Base, amivel most annyi lesz igazából a feladatom, hogy olyan közel menjek az alsó vonalhoz, amennyire tudok, és minél egyenletesebben kellene felvinnem. És mivel az az ecset, amivel az előbb vittem fel, egészen nagy, átváltok egy kisebbre, és ezzel fogom a legprecízebb részeket megcsinálni. Szerintem egész jó lett amúgy. Itt még. Ha minden igaz, akkor most kicsit még közelebb vagytok, mint az előbb, és folytathatjuk is tovább azzal a résszel, amikor a vonal alatti szemhéjfestést fogjuk megcsinálni, aminek az elkezdéséhez egy ugyanolyan pici ecsetet fogok használni, mint az előbb a bázis felviteléhez, és alulra azt terveztem, hogy azon kívül, hogy itt megvan egy vízszintes átmenetünk, ide egy függőlegeset is szeretnék, de tudjátok abba a Halo formátumba, hogy kívül és belül is sötét, és középen lesz a legvilágosabb része, amihez először azt a barnát veszem fel, amivel itt az alsó részt csináltuk meg, és körülbelül párhuzamosan, de még sokkal nagyobb helyet hagyva a csíknak, mint amit szeretnénk, elkezdem felvinni a színt. Amit egyébként nagy valószínűséggel elrontottam, és ez körülbelül 5 perce jutott eszembe, az nem más, mint hogy az alapozóm meg fogja sínyleni ezt a műveletet, és valószínű, hogy sokkal jobban jártam volna vele, hogyha nem alapozok le előre. De tekintve, hogy ez most jutott eszembe, már teljesen mindegy. Úgyhogy igyekszem abban a formában felvinni ezt a barnát, ahogy szeretném majd látni, és így remélhetőleg minél kevesebbet kell majd törölnöm. Amennyire csak tudtam, kitöröltem ezt az ecsetet, amivel felvittem a barnát, és jött a következő színünk, ami ez a kicsit téglavöröses narancssárga. Ezt is felviszem belül, illetve kívül is, és elkezdem összemosni a két színt. Valamiért úgy érzem egyébként, hogy a felső részből is ez a szín maradt ki, és ez hiányzik belőle, amit most használok, és ez egy melegebb, világosabb barna, amivel össze fogom mosni ezt a narancssárgát, és ezt a nagyon-nagyon sötét
barnát, és szerintem ettől sokkal szebb lesz majd a végleges átmenetünk. És amit felülről még hiányolok, az az, hogy nem látszik annyira a világos citrom narancs, amit feltettem. Úgyhogy ezt alul mindenképpen sokkal jobban meg szeretném mutatni. Úgyhogy a következő szín, amit most használni fogok, az ez a narancssárga lesz, és először a színátmenetes részt fogom megcsinálni, viszont utána azt is szeretném, hogy önmagába is látszódjon a szín, és olyan jó élénk legyen. És a végére, csak hogy középen egy kicsit még világosabb legyen, az utolsó szín, amit használni fogok, az egy citromsárga, viszont ezt csak ide a középvonalra fogom feltenni, és nagyon óvatosan mind a két irányba el fogom dolgozni. És ami szerintem az egyik legfontosabb ehhez a sminkhez, az az, hogy a részletek nagyon precízek legyenek, úgyhogy van nálam egy nullás ecset, amivel végig fogok menni mind a felső, mind az alsó színátmenetnek a szélein, és amennyire csak lehet, ki fogom őket egyenesíteni. És ha menet közben úgy érzem, hogy valahova még szeretnék visszamenni és javítgatni, akkor azt is most fogom megtenni. Természetesen, mivel világos és sötét színek is vannak a sminkben, így a világosabb színekkel fogok kezdeni, és a középvonalról szépen kifele fogom javítgatni az éleket. Ehhez viszont megint közelebb kell húznom a tükröt, és nagyon óvatosan, szépen, lassan, megfontoltan egyre fentebb megyek a kis ecsetemmel, hogy pont addig érjen teteje, hogy egy nagyon vékony, éles vonalú vonal maradjon a kettő közt. Ha a citrommal és a narancssal megvagyok, akkor megyek tovább erre a téglás, narancsos, pirosas valamire. Az átmenetekre azért itt is figyelek. És a végére maradt a legsötétebb barnánk. Mind a két sarokban a legkisebb részleteket is kiegészítem. És hogyha az alsó részen megvagyok, akkor ugyanezzel a barnával felső vonalon is elejétől a végéig átmegyek. És hogyha a felső résszel is megvagyok, akkor természetesen mehetünk tovább az alsó szemhéjamra, amit ugyanúgy P. Louis bázissal egy kicsit elő fogok készíteni, mivel szeretném, hogyha ugyanolyan élénken meg tudnánk jelentetni a színeket alul is, mint ahogy felültettük. Ennek nem kifejezetten kell egyébként tökéletesnek, de még csak szépnek lennie se, ugyanis körülbelül fél perc múlva el fogjuk takarni teljesen, csak az a szerepe, hogy tapadást biztosítson a szemhéj púdernek. Ez lesz az. Gondolkoztam, hogy az alsó szemhéjamon hogy szerepeljen a színátmenet, viszont végül arra jutottam, hogy szerintem akkor lesz a legszebb, hogyha vízszintesen van, úgyhogy először a narancssárgát fogom felhelyezni. Egyébként, ha szoktatok nézni rendszeresen, akkor tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem a narancssárgát, meg az ilyen földes színeket, viszont a smink felénél rájöttem, hogy sokkal jobban tetszene, hogyha rózsaszínben csináltam volna, úgyhogy, vagy igazából, ahogy nézem itt a James Charles palettát, szinte bármelyik színből tök jó lett volna, de valamiért most rózsaszínt érzek, úgyhogy ha bárki kíváncsi lenne arra, hogy egy hasonlót megcsináljak rózsaszínből, rózsaszín és lilás színekből, akkor azt várom a komment részlegbe.
Körülbelül így fog kinézni a szemem. Most megcsinálom a másik oldalt kamerán kívül, és pont onnan, ahonnan most tartunk itt, két szememmel együtt folytatjuk tovább. Ahogy látjátok, a kis szünet után két teljes szemmel és egy kiegészített arc sminkelt értem vissza hozzátok. Nem lett egyforma a két szemem. A bal oldalénak sokkal szebb az íve, mint a jobbnak, de ettől most tekintsünk el. Ezen kívül, mivel az előző videómban többen kiemelték, hogy milyen szinten ferde az orrom, orrkontúrt is készítettem a mai napon, és egy nagyon szép barackos highlightot is feltettem már, viszont a szememmel még nem vagyunk kész, ugyanis. Egy ilyen sminkhez szerintem két dolog elengedhetetlen, az egyik az egy jó adag csillám, a másik pedig egy szép villa, szerintem. Három lehetőségem van, ahogy látjátok, inkább közelebb viszem. Van egy kicsit fehéresebb arany, egy bronzosabb és egy rózsgoldosabb. És ezek közül kellene kitalálni, hogy melyiket is szeretném, de lehet, hogy az lesz a befutó, hogy ezt a kettőt összekeverem egy kicsit. És ide középre. Szerintem nagyon szép lett, hogyha megnézitek, akkor egy kicsit eldolgoztam mind a két irányba. Tökéletes. És végül, de nem utolsó sorban jöhet a szempilla spirál, ami után nagyon drámai műszempillát is fel fogok helyezni. Szerintem az ilyen sminkeknél kötelező a műszempilla. Nagyon sokan szoktátok kérni egyébként majdnem minden smink videómnál, hogy csináljak olyan videót, ahol elmondom nektek, hogy milyen műszempilla ragasztót, milyen műszempillákat használok, honnan rendelem és a többi. Úgyhogy beteszek nektek ide egy kis kártyát, ide. Mert van már egy ilyen videóm, de hogyha abból nem érthető valami, akkor nagyon szívesen csinálok nektek belőle egy frissített verziót. Viszont szerintem ott egyébként egy csomó mindent elmondtam, és linkek is vannak szerintem a leírásba a pillákkal együtt. És így, hogy már a szempillák is rajtam vannak, már csak egy lépés maradt hátra, ami nem is lehetne más, mint a rúzs. A rúzzsal valamiért dilemmába kerültem, és nem tudom biztosan, hogy melyiket is szeretném, úgyhogy arra gondoltam, hogy fel fogom tenni ezt, viszont belül ez lesz. Tehát egy ilyen mini ombré-szerűség fog keletkezni, reményeim szerint. Szájceruza, amit használok, Aden Milk Chocolate árnyalat. És ezzel el is készült a teljes smink. Nekem amúgy bejön ez az ombrés száj, és szerintem egyébként így összképileg jó lett a végeredmény, természetesen lehetne ennél sokkal jobb is, de hát gyakorlás teszi az embert. Úgyhogy ha szeretnétek még, hogy csináljak ilyen vagy ehhez hasonló cut crease-eket különböző élénkebb, vagányabb színekből, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem a komment részlegbe, és hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok! Természetesen, mivel világos és sötét színek is vannak a sminkben, nagyon azt előre. Jó, mindjárt elalszik a gépem. Nagyon előre. Ennyi highlighterrel azért útszára nem szívesen mennék ki.